léteznek különböző nagyon alaposan főkészült forgatókönyvek, hogy mit lehet kezdeni hatalom változás után 5 perc és többiek, ezt pedig bármilyen kéterén dolgozták ki. Ez is hozzáférhető, ezt is meg lehet találni, hogy ővel egyébként majd akkor kezdeni az induló csatornán a jövő héten a rendkívüli állapotra majd egy órás beszélgetést készíteni, az majd ilyen sok szempontból ezt megvilágítja. Tehát van mit csinálni. Magyar Bálint a munkacsoportjával aprólékosan 8 lépésre kidolgozták, nem olyan régen, a illegális módon fölhalmozott vagyonok visszavételének folyamatát. Itt mindenre gondoltak, az önkéntes alkotól a nyílt büntető eljárásig, az összes esélyt végigjátszották. Ez egy baromi nagy anyag, amit Magyar Bálint ilyen fiatal szociológusokkal, Margovics Bálint és másokkal megcsinál. Ez egy hihetetlen aprólékos, nagyon kidolgozott anyag. Szóval csak azért mondom ezeket, mert lehet, hogy a kiszámom még nem tudnak róla, de évek óta folynak műhelyi munkálatok sok helyen, és a 22-es választás előtt nagyon sok helyen volt. Talán emlékeznek sokan a B21-re. Ez egy olyan képződmény volt, amiben az előző 2 évtized összes kormányából voltak egykori miniszterek, az Antal kormánytól egész az első Fidesz kormányi mindenféle volt miniszterek vettek részt ebben a B21-ben, meg néhány ilyen elég nagy tekintélyű közgazdász szakértő is. Ők is kidolgoztak már a 22-es választásokra is konkrét forgatókönyveket az egészségügytől kezdve a külpolitikáig. Más kérdés, hogy azokat a pártokat, akik elindultak 22-ben, ez egyáltalán nem érdekelt. A B21-en élén Balázs Péter szóvivővel felajánlotta nyilvánvalóan az összes ellenzéki pártnak, hogy tessék, 8 nagy fejezetben kidolgoztuk a rendszerváltás forgatókönyvét, nem akart egyetlen pár sorét elolvasni volna. Na, azért mondom önöknek ezeket a példákat, hogy én ott viszonylag a 13. kerületben közel lakom ezeken a műhelyekhez, el is kezdtem hétfőként összejárni megint, így hétfő 10-től egyig együtt vannak, ott szokott lenni 5 különböző egykori kormányból, ott a Bárányi Pétertől, a Herzog László, aki munkahelyi miniszter volt, Kuncétől, a Balázs Péterig sokan összegyűlnek, és elég komoly anyagokat termelnek. Most is úgy, hogy nem, nincs saját pártjuk. Tehát én már mind úgy van, én már voltam miniszter még egyszer, de azért van 2-4-6-8 éves tapasztalatom, és kidolgoznak mindenféle forgatókönyveket, például a legutoljára egy biztonságpolitikai forgatókönyvet dolgoztak ki, egykor így volt ilyen biztonságpolitikai tábornokok, hogy hogyan lehet megóvni a közigazgatást és az egész országot a külső informatikai avatkozás ellen. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem kell a Tiszának kitalálni mindent a nulláról. Folynak itt munkálatok nagyon sok helyen, hát ez majd a lehető pártvezetés dolga lesz, hogy megkeresi ezeket a műhelyeket, és összeszedi azokat az anyagokat, akik előbb is tudnak valamit kezdeni. Ezt azért próbálok erre hivatkozni, mert az utolsó, amit láttam a Magyar Bálintéknek, ez egy eszméletlen aprólékos terve, hogy lehet igazolni, hogy kinek volt illegitim a vagyon felhalmozása, ennek is a realizmus, hogy ezt hogy lehet igazolni, és megmondani meg, hogy kisapában te 250 milliárdból legalább 200 milliárd kérdéses, hogy jutottál hozzá. A bizonyítás te rajtad van, te bizonyítod. Ha nem tudod, akkor ilyen és ilyen típusú eljárásokkal lehet. De lehet együttműködés visszaadni is. Tehát az alkotól a büntetre eljárás itt mindenféle változatot végig gondoltak, ezeken hónapokig dolgoztak. Tehát ez nem úgy van, hogy elemi felháborodás, hogy hát lehetetlen dolog, hogy itt meg csak úgy futni hagyjuk őket. Szóval vannak ilyen munkák, nem kevés munka van, csak itt valahogy Magyarországon az a látszat, hogy csak a pártok léteznek. De hát a pártok meg minek léteznek, a parlament meg nincsenek. Szóval meg kell tanulni másképpen gondolkodni. És össze kell szedni nagyon sok olyan jó szándékú műhely, együttműködés létezik a pedagógusoknál, az agrárszférában, az egészségügyben, csak ezek mind majdnem, hogy föld alatti dolgok, mert nem jut nekik forró.
De azért, aki elkezd érdeklődni, rá tud találni arra, hogy nagyon-nagyon sok ilyen munka folyik. Nagyon sokak ebben az országban az elmúlt néhány év tehetetlenségét úgy tudták épésszel túlélni, hogy elkezdtek egymással volt kollégáikkal beszélgetni, nagyon konkrét közigazgatási reform elképzeléseket dolgoztak ki sokan, akik egykoron voltak jegyzők, főjegyzők, ilyenek. Tehát nem annyira reménytelen a helyzet, mint amennyire látszik a magyar médiából, mert a magyar média ugye állandóan, hogy itt túl valami van, hát az elviszi a figyelmet, szóval én nekem ez a vágyató, hogy ránézek a hírekre, és szerintem olyan mértékben uralják a bulvár hírek,